Új szóló és csuklós buszok beszerzését is ígéri a BKV, első körben azonban használt svájci buszokkal frissíteni a járműparkot. Ez a megoldás, vendégünk G. Németh Erzsébet. A Demokratikus Koalíció politikusa. Így van, itt van velem, kezét csokolom, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, hát ez a frissíti a buszparkját a BKV, ez egy erős kifejezés volt itt, hiszen ha jól emlékszem a számra, akkor most 13 év a buszok átlag életkora, és ez a 12 darab, ami most érkezni fog, ezek viszont már 14 évesek. Viszont, hogyha a Svájc jut eszembe a csokoládén kívül, akkor meg az, hogy mennyire pontosak, és hogy mennyire karban tartottak az ottani vonatok meg a buszok. Ez is igaz, az is igaz, hogy ők a felújításaikat és a, hát hogy mondjam, a nyári tervezett karbantartási munkákat sokkal jobban szervezik, mint a főváros vezetése. Én ezzel nem azt akartam mondani, hogy nincs szükség erre a 12 darab buszra, vagy hogy ezek nagyon rosszak lesznek. Itt igazából azzal van a probléma, hogy a BKV, mivel nincsen pénze, toldozgat, foldozgat, ahelyett, hogy egyszerre normálisan új buszokat szerezne be. Ha évente csak 30-at, 50-et, akkor annyit, de erre kell lenne, hogy legyen forrása a BKV-nek. Nagy híve vagyok a mateknek. Ön kiszámolta már, hogy ez mennyibe kerül, és az mennyibe kerülne? Nem, mert ezekről a buszokról pontosan nem derült meg ki az én számomra sem, hogy mennyibe fognak kerülni. Az biztos, hogy azért van ilyen helyzetben a BKV, mert Arlós István egészen egyszerűen soha nem képes a sarkára állni, és azt mondani az államnak, amikor különböző dolgokat talál ki, hogy honnét kéne a fővárosnak buszokat beszereznie, hogy nem, nem veszünk használt buszokat, nem várunk a magyar buszgyártás megteremtésére, hanem hogyha van pénze a fővárosnak, akkor beszerzünk új buszokat. Például, amikor a 3-as metró pótlásáról kezdett el gondolkodni a város, akkor lett volna pénzünk új buszok vásárlására, de az állam nem engedte. Ugyanakkor a budapesti költségvetés olyan, mint egy család költségvetése, vagy az ország költségvetése, ha nem ide teszik, akkor máshova teszik, és hogyha azt mondják, hogy a súlypontok máshol vannak. Vannak a súlypontok? Én csak ezt szeretném végre látni ebbe a városba. Az elmúlt 8 évben a főváros sokkal koszosabb lett, sokkal élhetetlenebb lett, tulajdonképpen nincsenek már iskoláink, nincsenek már kórházaink, semmi más nem kéne a főváros vezetésének és Tarlós Istvánnak normálisan megcsinálni, mint a tömegközlekedést üzemeltetni, és azt a várost tisztán tartani. Mennyi kellene a tömegközlekedésben még? Értem ezzel alatt akár a pénzt, a buszt, a plusz metró vonalat, vagy metró megállót, tehát mivel lenne elégedett? Hát én azzal elégedett lennék, hogyha évente mondjuk egy olyan 10-15 milliárd forint plusz pénze lenne arra a fővárosnak, hogy mondjuk új buszokat vegyen, hogy mondjuk légkondit tegyen a 3-as metrónak a felújított szerelvényeibe, amiről ön kérdez és ön beszél, tehát, hogy mondjuk új metrók legyenek, mondjuk itt metróvonalra gondolom, arra gondolt, hát azért ez ilyen inkább 1000 milliárdos nagyságrend, de én nem vagyok ilyen telhetetlen, én elégedett lennék azzal is, hogyha mondjuk a BKV buszparkját, a saját buszparkját egy 5 éves távlaton belül ki lehetne cserélni. Akkor most csak egy nagyon rövid átcsoportosítás, a témával kapcsolatos záró kérdésem, honnan csoportosítaná át a pénzt? Semmiképpen nincs a fővárosnak erre saját forrása, ide állami források kellenek, a fővárosi adófizetők egy nap 20 milliárd forint adót fizetnek be az állami kasszába, ha mondjuk ezt a 20 milliárd forintot, tehát az egy napi adóbefizetését visszakapná a főváros, akkor azt gondolom, hogy évi 20 milliárd forinttal a fővárosi közlekedésben, tömegközlekedésben jelentős változás tehát, lehetne elérni. Tehát azt mondja, hogy fővárosban megtermelt adóforintokról van szó, tehát így nem van. Élezné ki mondjuk a vidék főváros ellentétet, hiszen nagyon sok vidéki helyen mondhatják azt, hogy még rosszabb a buszközlekedés, nálunk nincs is metró. Az elmúlt időszakban jó néhány nagyvárosi tömegközlekedési cégnek módja volt új buszokat vásárolni, volt rá forrásuk, a főváros ezekből is kimaradt. Tehát én nem a budapesti vidék ellentétet szeretném élezni, hiszen azért ebben a városban naponta sok tízezer, meg majdnem százezer ember bejön akár az agglomerációból dolgozni, de gondoljunk csak a turistákra is. Tehát muszáj, hogy erre a fáradáros kapjon pénzt az államtól. Megszoktam, hogy Magyarországon mindennek van egy politikai felhangja, az én reggeli munkában jövetelemnek egészen biztosan. Nincs, mondok két arányszámot. Én 18-22 perc alatt érek ide Kőbányára, ahol az ATV stúdiója van a lakásomtól, és tudok délután menni másfél órát is. A Rákóczi hídon szoktam átjönni, amely után most éppen a pesti oldalon felújítás zajlik. Sávelhúzással néha ott áll egy munkagép, és azt látom, hogy akkor, amikor én ülök a dugóban, nem én vagyok a fontos, hanem a sok ezer ember, aki szintén ül a dugóban, akkor látom, hogy érdemi munka gyakorlatilag nem zajlik. Én legutóbb éppen két hegesztő embert találtam, de az M1-es autópályán, amikor
szintén a dugóban ültem, szintén kapargató embereket láttam, tehát igazából érdemi munkát nem láttam. Ezt hogyan orvosolnám? Mert jól látszik, hogy most már nem csak a magánházak építésénél, meg a lakóparkok átadásának csúszásánál vannak problémák, hanem például az ilyen nagy beruházásoknál is. Hát én azt nem tudom, hogy ez most munkaerő hiányból fakad-e, vagy egyszerűen rossz szervezés. Aki elvállal egy ilyen munkát, hogy mondjuk a 4-es 6-os villamosnak a szakaszát felújítja, vagy mondjuk az 1-es villamos meghosszabbítását végzi, tehát ezen a közbeszerzési tenderen elindult cég, annak kutya kötelessége utána biztosítani a munkaerőt is. Ezt egy módon lehet megtenni, hogyha a főváros vezetéssel, vagy a BKV vezetéssel, vagy a BKK vezetéssel keményen betartatná azokat a szabályokat és azokat a vállalásokat, amit ezek a cégek tesznek. Azt biztos, hogy nem írhatja le egyik cég se a pályázatába, hogy heteken keresztül nem végzek ott munkát, és az emberek, az utazók ezt látják, hogy ott egy-két ember kapirgál csak. Határidők vannak, ha ezekben a határidőket ezek a cégek nem tartják be, akkor a fővárosnak kötbéreznie kellene nagyon keményen. Önök kiszámolták például azt, hogy a dugóban ülő emberek például, akik nem dolgoznak, hanem dugóban ülnek, a kenyér nem jut el a boltokba, az ember nem dolgozik, hanem dugóba ül, nem beszélve a környezetszennyezésről, hogy ennek például a nemzetgazdasági kára mekkora? Hát nem mi számoltuk ki, mert nyilvánvalóan ezt nem egy politikusnak kell megtenni. Miért de nem? Vannak, miért mert, nem én nem értek hozzá, mert én nem értek hozzá. De kiszámoltathatja, és utána pedig nem én kérdezem, hanem ő mondja a számokat. Vannak erre számítások, tehát ugye ezt a statisztika ismeri ezt a fajta számítási módot, hogy a tulajdonképpeni bevételkiesés, ami ilyen helyzetekből fakad, hogy ez mekkora kárt okoz egy városnak. Én azt hiszem, hogy ez súlyos 10 milliárdokban mérhető. Nyilván ezért jó lenne, hogyha úgy lehetne ezeket az útfelújításokat tervezni, hogy megvan rá a fedezet, megvan rá a pénz, és valaki ezeket összehangolja. Ami ezen a nyáron történt a fővárosban, azt egészen egyszerűen nem lehet megengedni. Nem lehet erre a városra ennyi felújítást, villamos felújítást, metrópótlást, stb. Ráengedni egy évben, akkor, hogy ez a város ne lehessen teljesen élhetetlen. Ezt sokkal jobban kellett volna szervezni a fővárosnak. Én pontosan tudom, hogy ez az utolsó nyár, amikor a következő évi önkormányzati választások előtt valamit lehet majd virítani, és azt mondani, hogy na akkor látjátok, felújítottuk nektek ezeket itt a fővárosba, de szerintem ezt se lehetett volna az elmúlt 8 évben tervszerűbben, normálisabban is csinálni. A tiltakozáson kívül tudnak-e más tenni? Hát például ott a kétfarkú kutyapárt, aki most nagyon ötletes, vagy mások szerint nem ötletes levelet írt például a felcsúti önkormányzatnak, hogy ott betömtek egy kátyút, és most nem is tudom a szakszerű szót, kitömik azt a kátyút, és elkérték a paramétereit, hogy hogyan állítsák helyre azt a kátyút, ami ott volt. Önök például tesznek valamit? Én a jövő hét szerdai fővárosi közgyűlés ülésére kérdésekkel fogok készülni a főpolgármesternek, ezeket írásba tehetem csak föl, mert nálunk olyan a fővárosi közgyűlés, hogy ott nem lehet kérdezni a főpolgármestert még egy képviselőnek sem. Tehát én jó néhány kérdéssel készülök a következő közgyűlésre, amire érdemi választ kell majd a főpolgármesternek adni. Miért volt ennyire élhetetlen ez a város azon a nyáron? Miért nem működnek például a pótlóbuszokban a légkondik? Egyre több jelzés van arra, hogy hiába büszkélkedik azzal a BKV, hogy 780 autóbuszában van légkondi, amikor az utasjelzések szerint nem működtették ezeket, és mit kíván tenni a fővárosi vezetés annak érdekében, hogy ne forduljon ez még egyszer elő, hogy ennyi felújítást ebbe a nyári másfél-két hónapba próbálnak bele sűríteni. Ezért felelősséggel tartozik, azt gondolom, a főpolgármester és azoknak a cégeknek a vezetői, akik ezen a nyáron megkeserítették a fővárosiak életét. És amennyiben ön érdemi válaszokat kap, akkor egészen biztosan visszatérünk erre a témára. Köszönöm szépen, hogy ma este én is köszönöm, viszontlátásra.